A bariátria a koroskövérséggel, illetve azon belül a koroskövérség sebészetével foglalkozó tudományág, amely nagyon régóta van jelen, igazán több mint 1000 éves, csak az utóbbi 30-40 évben kapott igazán olyan fajta érdeklődést, amelyik ezt követően egy komplet tudományággá növesztett. A Semmelweis Egyetem rendezte meg az első bariátriai konferenciát Magyarországon, arra volt tekintettel, hogy igaz évtizedek óta zajlanak bariátriai és sebészeti beavatkozások, ugyanakkor a szakma ezzel kapcsolatban még soha nem ült le és egyeztetett, hogy milyen irányelvek alapján dolgozzon. Egyértelműen elmondható, hogy Magyarország a koroskövérség és elhízás tekintetében sajnos világelső, a negyedik helyen áll, Közép-Kelet-Európában pedig az első, ennek megfelelően a kérdés aktualitása, illetve a téma fontossága elsőrendű. Mai konferencia elsőrendűen sebészeti megközelítésű, ugyanakkor a tárgyszakmáknak, úgy mint a gasztroenterológiának, endokrinológiának, belgyógyászatnak, obezitológiának jelen kell lennie ahhoz, hogy a konszenzus megszülessen, illetve a szakemberek tudjanak együtt egy nyelvet beszélve erről a kérdésről tárgyalni. A testtömegindex kiszámolásának több összetevője van, nagyon számít a nem, a beteg kora, a beteg súly, testsúlya és testmagassága. Ezen összetevőkből számoljuk ki testfelületre az elhízás mértékét. Korosan elhízott embereknél a leggyakoribb a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, az ízületi betegségek. Ezeknek a kialakulása majdnem biztos 5-10 éves periódusban. Azt mondhatjuk, hogy 40-es BMI felett ezeknek a betegségeknek majdnem mindegyike megtalálható az összes betegen. A jó hír az, hogy a bariátriai műtét után a kettes típusú cukorbetegség gyakorlatilag eltűnik, a magas vérnyomás gyakorlatilag csökken vagy gyógyszermentessé tehető, illetve a mozgás az újra visszajön és örömét lelik az emberek a mozgásban, mert nem fájnak az ízületek a túlsúlytól. Sebésztechnikailag ezek igényes műtétek, egy komplex csapat van mögöttünk. A gasztroenterológus, az altatóorvos, az intenzív terapeuta. Ezek laparoszkópos műtétek, két nap alatt a beteg túl van rajta, és otthonában a megfelelő diéta mellett tud gyógyulni. Az OEP részéről jelen pillanatban ezek a műtétek nem támogatottak, sajnos, de törekszünk rá, hogy bizonyos esetekben a metabolikus rész, tehát cukorbetegség esetén elfogadják ezt a gyógyító eljárást OEP finanszírozottnak.